Mária, Isten anyja, mi anyánk, bemutatjuk neked a betegeket, akik jelen vannak az országunkban, illetve a kórházakban szenvednek. Ó, fájdalmas anya, esd ki számukra türelmet és erőt, add, hogy türelemmel és szeretettel fogadják keresztjüket, önmaguk és a világ javára. Értesd meg velük, az a fontos, hogy lélekben egészségesek legyenek. Adj türelmet és könyörületet az őket ellátó hozzátartozóiknak és az orvosoknak. Ó, betegek üdvössége, bizalommal hozzád fordulunk, hogy járj közben gyógyulásunkért szent fiadnál. Számtalanszor megtetted, amikor kegyhelyeken kértük ezt tőled. Hallgassa meg Jézus ma is imádat, nyissa meg szívét és mutassa meg hatalmát. Hisszük, hogy ő megtudja és meg akarja gyógyítani őket. Mutassa meg dicsőségét és növelje hitünket, hogy másoknak is tanúsítsuk Isten szeretetének csodatetteit. Ó, Szent Szűz, aki hatalmas vagy a gonosszal szemben, egykoron országokat mentettél meg a pestistől, szabadíts meg most őket is a test járványaitól, de a szellem mérgeitől is, a modern téveszméktől. Szabadíts meg a sátántól, személyekre és helyekre történő befolyásaitól. Esd ki ezt számunkra, Szent Fiadnál, ó, Isten anyja, jó anyánk! Ámen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, arancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.